Hajnóci Soma és Holcz Gábor tartotta nekünk ezt a csodálatos bemutatót. Szerusszok, foglalkozunk. Szia! Illúzió Színház címmel. Illúzió és Humor Színház. Pontosan. És humor, az is volt benne, ez tény és való. Mi ez az Illúzió Színház egyébként? Azon túl, amit most láttunk belőle. Hát az igazság, hogy egy ilyen sztereotíp gondolat él a magyar emberekben a bűvészkedésről ma. Tehát mindig a cilinder és a nyúl jön elő. A cilinder és a nyúl az szerintünk már a múlté. Pontosabban nem is szerintünk, hanem azt hiszem, hogy ez így van. Én tavaly ugye világbajnokságot nyertem, és kicsit erre egy kultúrmisszióra is tekintek, és szeretnénk egy ilyen egész estés szórakoztató színházi előadássorozatot elindítani annak érdekében, hogy a magyar közönség is megismertessük az igazi mai modern bűvészetet. Igazából vissza akarjuk vinni a bűvészetet egy olyan millióbe, ahova igazából való, egy színházba. Tehát ez a fő cél, a fő irányvonal. Mondjuk el ezt is, hogy Kelle Botond a harmadik társatok, aki szintén részt vesz ebben a misszióban. Így van, láthatatlan, ő itt ül most, hogy majd ritkán fog megszólalni. Igen. Hát neki jobbulást kívánunk, mert egyébként nekem van olyan információm is, hogy amiatt nem tudott eljönni, hogy megbetegedett. Ő mikromágus egyébként, ugye? Ő mikromágiával is foglalkozik, de az Illúziós Humor Színház keretén belül egy ilyen elegáns manipulatív produkciókat előadó bűvészként fog megjelenni. Na most azt el kell, hogy mondjam, hogy 8-9 éves korom környékén én is nagyon ígéretes bűvész voltam. Volt egy ilyen nagy Rodolfo dobozom, és azt hiszem, hogy ezzel elég sokan voltunk így. Az hol dől el, hogy az ember úgy is marad, és tényleg elkezd ehhez érteni, illetve ezzel komolyan foglalkozni. Igazából mi is így kezdtük, mi sem voltunk biztosak abban, hogy aztán ez lesz belőle, és hivatásszerű bűvészek leszünk. De hát a bűvészkedés se szól másról, mint a szakmai iránti szerelemről, szeretetről, kitartásról és meg annyi óra gyakorlásról. Mi imádjuk azt, amit csinálunk, és szerintem ebben egyetértünk, hogy megéri akkor már felkelni, hogyha az adott nap egy embert akár, vagy kettőt, vagy egész közönséget el tudunk varázsolni. Én meg még mindig a dobozos mutatványokat csinálom, majd a színházban ez látható lesz. Ugye hármunk közül én vagyok messze a legfiatalabb, én mindig csodáltam az ő produkciójukat, és ezért én örülök, hogy ide be tudtam kerülni. Gábor most lett 14 éves, és tegnap volt a születésnapja. Igen. Valójában nem. Tehát látom a kis megszeppenés az arcodon. Nem, csak két évvel idősebb a Soma, tehát nem olyan sok. Hogy találtatok egyáltalán egymásra? Minek alapján választottátok? Hát ezt nagyon utáltuk egymást. És aztán kibékültünk. Tehát így rájöttünk, hogy együtt azért könnyebb. A magyar szakma nem túl nagy, és hát egy-két kezemben meg tudnám számolni azokat a bűvészeket, akikkel igazából konstruktív módon együtt tudok dolgozni, és az egyik ilyen bűvész a Gábor. Gábor egyébként ott volt velem, és már workshopokat tartottunk annak idején, még a világbajnokság előtt is, ilyen brainstorming sessionöket, workshopokat, és hát nagyon sokat köszönhetünk egymásnak, mindig, amikor valami probléma adódik, akkor egymáshoz fordulunk, hogy ezt meg tudjuk oldani. Itt bűvészetbeli problémáról beszélek elsősorban, és hát most már évek óta nagyon közeli barátság és szakmai ismerettség fűz össze minket egy ennek kapcsán. Mivel lehet egyáltalán megnyerni egy bűvész világbajnokságot? Úgy értem, hogy mi az, amivel például te kimagaslottál a világ bűvész mezőnyéből? Hadd beszéljek erről én, mert igazából talán jobban hangzik, ha nem ő meséli ezt el. Szerintem a Somának a rendkívül erős karizmája, ami eljutotta őt a világbajnoki címhez. Másfelől természetesen ugye nagyon ügyes és nagyon, nagyon jó bűvész is, de az a kisugárzás, amit a színpadon ő nyújt, az nagyon-nagyon kevesekben van meg. Jaj, Gabi, nem is. Hát tényleg nem, csak hát most valamit mondanom kellett. Na ezek után milyen mentalista, Gábor? Gábor a világ legjobb kitűnő. Van olyan, akiben megbíztok, családtag, és eláruljátok neki a titkaitokat, vagy barátok? Mert gondolom, hogy őrületbe kergetnek benneteket. Ez macskámnak, én el szoktam mondani. Ő még nem árult el soha. Senkinek. Hát honnan tudod így a... De ezt hogy lehet kezelni? Hogy lehet kezelni ezt a helyzetet, hogy mindenki tudni akarja a titkotokat, és állandóan megpróbálják kiszedni belőle? Én azt gondolom, hogy nem próbálják kiszedni belőlünk, tehát amikor például új barátokkal ismerkedek meg annak idején, amikor egyetemre kerültem, és elkezdtem a barátoknak kártyatrükköket mutogatni, akkor nyilván az elején kíváncsiak voltak rá, de hát idővel ezen ők is túllendülnek, és nem az a cél, hogy mutass már még egy trükköt, hogy csinálod, hanem ők csak élvezni akarják, tehát ha én valami újat akarok nekik mutatni, akkor azt megnézik, meghallgatják. Visszatérve az előző kérdésedre, egyébként az én hugom, ő az, aki már kicsi korom óta ugye mellettem volt, és végignézte, ahogy megtanultam bűvészkedni. Nem csak, hogy tudja a trükköket, és van egy ilyen fantasztikus képesség, hogy bármilyen trükköt ki is talál, de annyira jó szeme van, hogy sokszor elhívjuk ilyen közös sessionökre, hogy nézze meg a dolgokat, és jó hozzászólásai vannak. És hát igazából nagyon fontos, azt gondolom, hogy együtt dolgozunk, és
ennek a cél és a színház, hogy egy ilyen komplex, közös produkciót tudjunk színpadra vinni. A mentalizmus egyébként ebbe hogy fér bele? Vagy mi a mentalizmus igazából a művészetnek egy speciálisága, egy kicsit így a gondolatolvasással, meg akaratbefolyásolással foglalkozik, kicsit egy ilyen intellektuálisabb vonalnak mondanám, nem annyira kézügyesség, hanem gondolati úton történik meg a csoda. Tehát ennyi a különbség, de abszolút belefér ebbe a keretbe, én úgy gondolom. És mivel egy olyat akartunk létrehozni, ami komplex, ami mindenkinek szórakozást nyújt, ezért tettünk bele olyat, ami kézügyességi, zenés, manipulációs, tettünk olyan szöveges, viccesebb bűvészkedés, ugye a humorszínház révén nagyon sok humor, de kellett a mentalizmusból is beletenni, mert sokan azt szeretik, tehát sok ember igenis fontosnak tartja, hogy egy olyan szórakoztató ág jelenjen meg a bűvészetből, ami nem csak a látványról szól, hanem egy kicsit úgy tovább tudja gondolni. Kis és spirituális megközelítés, ezt lehet így szerintem. És a láthatatlan embert se hagyjuk ki azért. Igen, Botos. Ő egyébként nagyban egyetért velünk itt mellettünk. És a mikromágia, a mikromágus az mit tud? A mikromágia az egy ilyen speciális magyar kifejezés, ez sehol nem létezik a világban, close-up magicnek hívják, de benne van egyébként a nevében, ez egy ilyen kisméretű tárgyakkal viszonylag kevés nézőszámnak bemutatott mutatványok, tehát kártyatrükkök, kötelzsignor. Ezek elsősorban testközelből bemutatott mutatványok, tehát hogyha most neked mutatnánk egy kártyatrükköt, egy pénztrükköt, vagy egy trükköt a jegygyűrűddel, az lenne egy mikrotrükk, egy close-up trükk, de nem ez fog elsősorban az illúziós humor színházban megjelenni, hanem sokkal inkább színpadi trükkök. Ez egy tényleg színházszerű, egész estét betöltő előadás lesz, amit mi összeraktunk a mikortól és hol? Hát a premier az most lesz április 26-án az A38 hajón. És hát utána pedig havi rendszerességgel szeretnénk jelentkezni ebből a színházi sorozattal. És már terveztek előre, hogy változtattok a későbbiekben, újabb és újabb színeket vonultatok hát, fel? Hogy mert olyan műsorszámokon dolgozunk, így van, amik egyáltalán még nem is lesznek a mostani előadásban. Tehát már most egy évre, két évre előre dolgozunk. Muszáj, fontos előre dolgozni egyrészt, másrészt pedig nekünk is fontos megtartani a frissességet, nekünk is fontos új dolgokat csinálni, és szerintem minden előadó egyetért abban, hogy ugyanazt nem lehet a végtelenségig ragozni, mert egyszerűen az ember belefásul, beleun. Hát van olyan, hogy kifejezett bűvész, varázsló, mágus köszöntés, sikerkívánás? Én sok sikert és jó munkát kívánok nektek. Szerintem ez így belefejezik. Ez így teljesen jó. Jó. Köszönöm, hogy itt voltatok, és köszönjük tényleg minden jót kívánok nektek.